Sziasztok, Kis Jenő vagyok a Mekka Gymből. Az edzés előtti motiváció, hogy szedjük magunkat össze az edzésre, erről beszélnék most egy pár szóval. Ha edzőtermet választotok, akkor mindenképp úgy választjátok meg az edzőtermet, hogy minimum egy fél óra útra legyen. Ha több, az se baj, de hogy egy fél órát legalább kelljen oda utazni, hogy legyen annyi időtök, amíg átgondoljátok azt, hogy mit fogtok ma csinálni edzésen. Nyilván, aki ösztönösen edz, annak más ez a sztori, mert annak már az edzés elején fog megjönni az, hogy mit fog csinálni edzésen. De akkor is érdemes egy ilyen fél órás átszellemülést tartani. El kell engedni azokat a gondokat, problémákat, amik történtek velünk aznap, vagy esetleg az előző napokban. Hogy úgy érjünk oda a teremhez, hogy semmi más nem érdekel minket, csak saját magunk. Hiszen ennek a sportnak ez is az egyik fő lényege, hogy csak magunkkal foglalkozunk. Abban az egy órában mindent töröljünk el, és semmi ne érdekel. Még egyszer mondom, csak saját magunk. Ennyit megérünk magunknak szerintem. Amikor megérkezünk az edzőterembe, akkor már egy kis átszellemültnek kell lennünk. Benne kell lenni a fejünkbe, melyik izomcsoportot fogjuk megedzeni, hogy nagyjából milyen folyamatot fogunk végrehajtani a terembe. És amikor már átöltöztünk, akkor úgy menjünk fel a terembe, mint egy harcos, aki csatába megy, akinek le kell győznie saját magát. Ez akkor főleg jó, hogyha pont olyan kedvel jövünk le a terembe, hogy annyira nincs kedvünk edzeni. Én szerintem ez mindenkivel előfordul, és valakivel talán még többször is. És ez ilyenkor a legjobb, amikor úgy mész föl, hogy nincs kedved, de akkor is én egy harcos vagyok, és le fogom győzni saját magam. És amikor elkezdünk edzeni, akkor úgy is érezni fogjuk azt, hogy egy-két gyakorlat után már nemhogy nincs kedvünk, hanem egyszerűen szét akarjuk szedni a vasakat, és élvezni fogjuk azt, hogy harcolunk saját magunkkal. Ugye edzés utára ez meg már egy olyan szintű hangulattá tud átalakulni, amit én mindenkinek kívánok, mert a sport az mindig is boldogsághormon termel, tehát biztos, hogy mosollyal az arcunkon fogjuk befejezni az edzést. Amikor fönt vagy már a teremben, és hangolod magad az edzésre, akkor meg kell választanod azt a stílust, ami neked megfelelő. Most gondolok itt az edzés stílusra, de gondolok épp arra is, hogy te milyen szerelésben tudsz jó edzeni. Esetleg akarod-e azt a zenét hallgatni, ami a teremben szól? Esetleg zavar-e téged az, hogy hangzavar van a teremben, és sokan beszélgetnek? Mert hogyha igen, akkor nyilván érdemes valamilyen headsetet vagy fejhallgatót fölvinni, és akkor ugye a saját zenédet tudod hallgatni. Hogyha elkezded az edzést, akkor mindenképpen egy olyan stílust válasz, maga az edzésre gondolok most, ami a te ritmusodat takarja, ami neked megfelelő, hogyha szettekbe jön ki, akkor edzél szettekbe. Ha külön gyakorlatokat szeretsz csinálni, akkor csináld úgy. De lehet, hogy pont az fog segíteni aznap, hogyha nincs kedved edzeni, hogy egy újfajta stílus kipróbálsz, és akkor biztos, hogy ki fog zökkenteni téged abból a letargiából, amivel megérkeztél a terembe. Úgyhogy mindenképpen kicsit színezd meg azt, ami fönn történik veled a teremben. Fontosnak tartom azt is, hogy amikor már leedzettél, amikor túl vagy a csatán, amikor legyőzted saját magad, akkor legyen egy némi levezetés. Gyere le a recepcióra, kérd ki a turmixodat, és legalább egy 10 perc, negyed órát szálljál arra, hogy szépen elcsendesülsz, és eliszogatod a fehérje mixedet, vagy a tömegnövelős mixedet, épp amit te pont iszol, vagy jónak látsz magadnak, hogy elfogyasz. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy legyen egy némi kis levezetés ennek az élménynek, ennek a csatának, amit te végrehajtottál saját magaddal szemben. És aki ebben a sporttal foglalkozik, vagy egyáltalán bármilyen sporttal foglalkozik, az biztos, hogy észrevette már, hogy ha úgy jön le a terembe, hogy tele van gonddal, stresszel, jár az agya mindenféle hülyeségen, és amikor leedz, ezek a gondok megszűnnek, vagy sokkal megoldhatóbbnak látjuk, mivel a sport ugye boldogsághormon termel,
és ezáltal megszépül a világ. Remélem, ti is így vagytok ezzel.